Nincs is nehéz dolgunk, hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottságon is szóba került ez a téma, és hát a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjait a mai napon már szép számmal fogadták az újságírók. Szervusztok, jó estét! Jó estét! Én Szél Bernadettől kérdeztem azt, hogy nem merült fel, de felmerült egy olyan kis kósza gyanú, hogy ezek a szélsőséges szervezetek katonásdit játszanak évtizedek óta Magyarországon. Most, amikor nagyon szeretnénk azt mondani, hogy ezek a szervezetek köthetők egy politikai párthoz, nevezetesen a Jobbikhoz, akkor gyorsan le is csapunk rájuk. Én csak azt nem tudom, hogy ezekre nem lehetett volna mondjuk 5 éve, vagy 10 éve, vagy tegnap előtt lecsapni, tehát miért pont most? Hát, hogy miért pont most? Nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert egy jeles publicista, most nem mondom a nevét, ugye ma már arról írt, hogy például a Népszava is beállt a Vona mellé, meg a Jobbik mellé, mert pusztán csak azt szeretnénk, hogyha ezeket a kérdéseket feltett, hogy miért éppen most, miért nem tegnap, ahogy ugyanúgy, ahogy tegnap. És én azt gondolom, hogy a kiinduló pontja az, amiről múltkor is beszéltünk, hogy egyelőre ez a migráns ügy kifújni látszik, tehát nem tudják újra fölemelni a témák közé, mert nincs mivel fölemelni, kétszer elbukták, kell valami újat találni, egy-kettő. Ja, és akkor most már egy belföldön. Hát belföldön. És ugye volt már ilyen, egy politikai ellenfelemhez, az meg és volt haszon, már nem? Ilyen egyébként, hogy akkor éppen, amikor a Jobbikot akarta a Fidesz, egyébként nem az ízlésem ellen való, hogy a Jobbikkal valamilyen formában a magyar politikai élet szembeforduljon, tehát egyáltalán nem szeretném, hogyha akkor megnevezem Bayer Zsolt, úgy hinné, hogy a Népszava vagy bárki, vagy én magam odaállnék egy szélső jobboldali párt mellé. De természetesen van az embernek egy ilyen reflexe, hogy rosszul tűri azt, hogyha valakit ilyen kampányszerűen kezdenek támadni. És említettem, volt már egy ilyen, ezelőtt 8-10 évvel, vagy valahogy így már Jobbik volt egyébként, hogy akkor kriminalizálták a Jobbikot, tehát nem meleg volt az elnöke, hanem akkor loptak, és nagyon gyorsan egyébként sikeresek is voltak ebben a karaktergyilkosságban, akkor most pártot gyilkoltak le, és leszorították a pályáról. És nyilván ez az előkép, ami most is előjön, csak legfeljebb személyeskedve. Zoli? Nem tudom, hogy miért most. Hát nyilván a Jobbik és a Fidesz között most van egy elég komoly presztízsharc. Ebből én úgy látom, most pillanatnyilag a Jobbik jön ki jobban. Még így is, hogyha... Tehát lehet, hogy nem jött be az, hogy meleg bár, meg aztán fotó, kicsit mellé nyúlunk, mert ez nem egy titkos fotó volt, hanem egy sajtófotópályázaton díjazott fotó. Szóval, hogy ilyen történések után, akkor be kell bizonyítani azt, hogy na hát ezek olyan hihetetlen veszélytett belső terroristákkal, most éppen a Röszkénél nincsenek potenciális külső terroristák, akiket úgy tudnánk mutogatni, akkor keressünk határon belül terroristákat, vannak is, eddig nem szóltunk, és most megpróbáljuk ráhúzni ezt az egészet a Jobbikra, nem most ezért? Most gondolunk a Magyar Gárdára, vagy melyikre, vagy nem tudom melyik. Mit tudom én, ez az arcvonal. A nemzeti arcvonal. Nyilvánvaló, hogy eddig is föl lehetett volna már lépni, mint ahogy meg is voltak a jogszabályok. Csak eddig a terroristák a bevándorlók volt között voltak. Nem, bevándorlók között voltak. Most nincsenek bevándorlók. Jó, tehát mielőtt bárki félreértene minket, akár a kérdéseket, akár a válaszaitokat, semmiképpen nem gondolom rólatok, magamról meg tudom, hogy bármelyikünk azt nehezményezné, hogy ilyen és ilyen fegyvereket tartó társaságokat és azok raktárait a rendőrség felszámolja. Ez így helyes, sőt, igazából iszonyú volt látni azt a fegyver arzenált, amivel ők ott katonásdit játszottak. És engem nem érdekel, hogy ez hatástalanítva van, vagy nem. Mi célból edzem ki az oda látogató barátaimat, meg nem tudom kiket, ilyen nagyon komoly katonai játékokkal. Szóval, hogy nem erről szól a történet, hogy itt most bárki azt nehezményezné, hogy na hát a nemzeti arcon olyan békés kis társaság, most miért csapott le rájuk a tek, hanem túl furcsa ez az egybeesés, és a bőnyi rendőrgyilkosság megtörténte, sem
elég izmos magyarázat arra, hogy most jutottak el a nemzeti arcvonalhoz, mert a nemzeti arcvonalhoz pont eljuthattak volna már 10 éve is. Már 1000 éve meg kellett volna lépni ezt, amit most megléptek. Igen. Csak mindig volt valami, ami miatt nem lépték meg. De emlékezünk vissza akkor, amikor gárdaavatás volt a várban. A palota előtt egyébként, a Sándor palota előtt. És például akkor megkérdezték Sólyom Lászlót, aki akkor éppen köztársasági elnök volt, hogy ő ezt hogyan értékeli. A köztársasági elnök pedig azt mondta, minden tiszteletem, mint Sólyom László egyéb ügyekben, ebben az ügyben azt mondta, hogy ő erre nincs följogosítva. Én ezt egy A térnél távolabb át az ablakból. Igen, de én ezt ebben a helyzetben lehet, hogy ő tényleg nincs feljogosítva, hiszen ő nem rendész, hanem köztársasági elnök, de ugye elmaradtak azok a hangok, amik ilyen esetben egy köztársasági elnök részéről meg kellett volna, hogy jelenjenek. Én állítom, hogy ha a Sanzelizén 3-nál több egyenruhás megy, akkor ott őrült nagy balhé van. És akkor a köztársasági elnök, meg az elnök is szól. De ez effektíve az ő rezidenciája. Igen, de én azért mondtam, hogy egy ilyen emblematikus helyen, Párizsban történne ugyanez, akkor biztos, hogy szóltak volna. Na most, miután ilyen hárító hangok voltak, nem is egy különben, hanem több is. A pártok is hallgattak, egyedül ugye a baloldal szólalt föl ez ellen. Na most, amikor ezek a hangok elmaradnak, akkor valahogy úgy érzik azok, akik ezekkel szimpatizálnak, hogy ez tulajdonképpen rendben is van. Ez egyáltalán nincs rendben. Na most az, hogy miért most, először is ez egy jó kérdés, 1000 évet mondom, nagyon régen megtehették volna, hiszen van is jogszabály rá. Az, hogy most történt a körúti robbantás, és aztán ezzel kapcsolatban mindenki látókörbe került, ezek a szervezetek is, ez éppen lehet egy alkalom erre, de miután nem alkalom, hanem törvény kell hozzá, és a törvények megvannak, ezt már meg kellett volna tenni. Így egyébként joggal feltételezheti, vagy gondolhatja azt a közvélemény, hogy ez nem egyéb, mint a Fidesznek a bosszúja. Hát pláne akkor, hogyha Németh Szilárd kiáll a nyilvánosság elé, és elkezd arról beszélni, hogy ő felszólította a belügyminisztériumot, vagy nem tudom, hogy ő szólította el föl, hogy nézzék meg, hogy ennek milyen politikai kapcsolat. Mert ha itt megállnak, hogy itt van ez a nemzeti arcvonal, ezek szörnyűek, ahogy te mondtad, mindannyiunk számára elrettentőek, és rögtön egy kanyarral elfordulnak nyilvánvalóan a Jobbik felé, amely Jobbikot változatlan szeretném hangsúlyozni, eszem ágában sincs védeni, sok okom van rá, hogy ezt ne tegyen meg, de hát azt a fajta azonnali összekapcsolását és ezt a vonulást a Jobbik ellen, tehát ami elindult akár a Wollnernek a susnyásban történt felfedezéséből, és eljutott a meleg pártelnökig. Volt ott még egy köztes állomás, amikor... Ó, ne haragudj, hogy kijöjtöm egy fontos elemet. Mert el vagy ott a népszava, hogy olvasnál rendesen bulvár sajtot, amikor is ott nincsenek politikai indítatású hírek, amikor is azt írták le, hogy a Jobbik azt úgy hívják, hogy tesztoszteron párt. Most bocsánat, én ezt olvastam, és szóval még mielőtt a jobbikosok ivarképességéről, eddig egészen lemennénk, azért itt meg kéne állni. Tehát az, hogy... Menjen le, akinek 7 anya van. De azt akarom mondani, hogy a magyar parlamentben ilyen méltatlan... Mit nem tud ez a teljesen... Egyébként meg mi baj van vele? Szemellenzős főszerkesztő. Szóval akkor tényleg foglalkozunk ezzel. Az egyik legocsmányabb dolog az, amit ebbe csinálnak, hogy azért járatják le a vonát, ugye, vagy úgy próbálják lejáratni a vonát, hogy valamelyik egyébként egy általuk rettenetesnek tartott kisebbséghez tartozónak vélik. Először is ez így, ahogy van, kikérem magamnak azok nevében, akik ehhez a kisebbséghez tartoznak, ezzel
ne szórakozzunk, tehát ne akarja. Én tudom, hogy mi a társadalmi felfogás erről, de ez a társadalmi felfogás, ez rossz. Több, mint társadalmi, vagy inkább azt mondom, szűkebb, mint társadalmi felfogás, és aki azt mondja, hogy ezek a történetek vonának csak használnak, és hogy na, most ezekkel a Riposzt és Origo és TV2-s történetekkel nyerték meg vonának a választást, az így teljes mértékben nem igaz, hiszen ne feledjük el, hogy azért a Jobbik szavazóbázisán belül volt, van, nem tudom, hogy lesz-e, egy komoly réteg, amely rétegről azt feltételezzük, hogy nekik például ugyanez a véleményük, hogy ehhez a kisebbséghez tartozni a több, mint bűn. És ha valaki ezért tehetett, hogy ők ezt gondolják, az pont Vona Gábor és az összes pártvezető, ez akik biztos, ezt valaha valamikor hasonlózták. De én most a kisebbség nevében kértem ezt magamnak. De ezért megfog... Lehet, már ugye nem magamnak, de az ő nevükben. Ki fognak ábrándulni? A Jobbik fölött. Oké, de ki fognak ábrándulni Vonából, mert nem is szélsőséges. Ebből a szempontból ez ki van találva, fel van építve, és még azt is megkockáztatom, hogy ennek vannak fokozatai, tehát hogy nem elég az, hogy melegek, hanem még pártolják a terrorizmust is. Tehát most ez egy nagyugrás volt, de most ilyen nagyugrásokkal haladnak előre. Tehát ez egy abszolút tudatos politika, nem az történt, hogy nem... Miközben ezért a megállapításért is sokat dolgozott a Jobbik. Tehát, hogy gárda avatón részt venni, és azt mondani, hogy ez csak egy kis egyenruha, itt csak kicsit masírozunk. Hát hányszor voltak ott jobbikos vezetők ilyen szélsőséges csoportoknak a rendezvényeit? Sokszor. Tehát, hogy ebben sem vétlen. Ízultálták az ATV-t is, egy ilyen táborban, ilyen szélső jobboldal jobbikhoz kötődik. Különben egyet nem értek, hogy Németh Szilárd nem hisz a maga által is preferált belügyminiszterébe, mert ugyanis ilyenre, hogyha valóban találnak egy ilyen szervezetet, akkor a belügyminisztert nem kell felszólítani, a belügyminiszternek hivatali kötelessége ennek a társaságnak annak a politikai kapcsolatait vizsgálni. Tehát úgy gondolja, hogy ha egyébként nem szólítja fel, akkor nem vizsgálja. Nem felszólítja, nem, azt mondta, kezdeményezte. Kezdeményezte, de miért kezdeményezte? A testület ülésén, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság együttesülésén hallgassák meg Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját, szélső jobbadi szervezetek. Jól emlékszem, írásbeli jelentést is kérnek tőle, amit a héten majd prezentálni fog. De kapja is meg, persze. Egyébként meg, az meg természetes dolog, hogy egy olyan pontján támadják mondjuk a vonát, amelyik neki a legkellemetlenebb, a kényesebb. Emlékezünk vissza, most amikor... Melyik pontján? Most én ezt nem akarom megnevezni. Az a lényeg, hogy annak idején, amikor John Kerry, aki a vietnámi háború egyik legnagyobb hőse, őt mivel kezdték ki? Azzal, hogy az emlékirataiban a vietnámi történeteivel kapcsolatban ellentmondás van. Most más kérdés, hogy azok fejére hullott vissza ez az egész, a republikánusok fejére, és ebben egyébként nem vagyok annyira biztos, én nem hiszek ezekbe a karaktergyilkosságokba hosszú távon. Rövid távon persze, megrendülhet sok minden, a bizalom is, ha úgy vesszük, de hosszú távon ezek nem annyira. Miért Gyurcsánynál nem sikerült? Hát de. Most ez egy bonyolultabb kérdés. Sikerült, sokat vagy nem tett azért, hogy... Hát, most hát melyikre gondolunk, mert Gyurcsány ellen sok támadást indítottak, nem mindegyik volt jó. Én azt gondolom, hogy a Gyurcsány elleni karaktergyilkosság olyan mértékben sikerült, amely, hogy a baloldal is lényegében... Melyik egy... volt az? Mire gondoltok? Hát mert több volt. Hát az összödi beszél utáni összes támadás, amit Gyurcsánnyal kapcsolatban felhoztak, amik egyébként sokkal keményebb, helyenként sokkal keményebb politikai súlyú támadások is voltak a karaktergyilkosságok mellett. Most nem fogom tudni neked felsorolni. Értem, mert támadták a vagyoni helyzet miatt, támadták én az összedi beszéd miatt. Neked sorolni, én csak azért mondom, én azt nem gondolom, mindegyik. Ez egy gyűjtőfogalom, tehát a karaktergyilkosság és Kösen Gyurcsánnyal szemben az adj neki. Tehát amikor Dajs Tamás kiállt és azt mondta, hogy ideggyenge, Magyarország miniszterelnöke, tehát hogy ez ilyen apró kis mozaikokból tette össze szépen a választó, és még a pártársai is, hogy hát ez tényleg több, mint gáz ez a fickó. Értem, nekünk. De az, hogy a Dajs Tamás kiáll és azt mondja valaki, hogy ideggyenge, az szerintem nem rendíti meg a közvéleményt. Hétköznapi eset? Nem, halmazatilag talán eset, hogy igen. Erről hívnak össze egy sajtótájékoztatót, hogy a miniszterelnök ideggyenge? Szerintem itt az őszödi beszéd volt az a
botránykő, ami miatt az ő népszerűsége. Az csak egy apropó, egyébként a karaktergyilkosság szerintem a televíziós vita után eldöntetett. Tehát abban, ahol ő Orbán Viktorral úgy beszélt, ahogy beszélt, és lényegében Orbán Viktor megalázó vereséget szenvedett, ott eldőlt az, hogy előbb-utóbb valamilyen módon... Ez lehet most Vona Gáborral is? Valahol valamilyen ponton eldőlt, hogy akkor karaktergyilkosság? Hát ez folyamatban van, csak szerintem ez kevésbé sikeres. Na jó, csak most mondtál sikeres. Egy pontot az Orbán Gyurcsány televíziós vitel. Ez előbbre, tehát messzebbre nyúlik vissza szerintem egyébként a Vona Orbán párharc, mint a most a konkrétan hát a kóta élet. Csak most élesedett ki, hát most kergetik a bokrokon át a frakcióvezetőt, meg hát, tudom én mit. Ugye ez a népszavazási ellentmondás, és abban a Jobbiknak a... Hát hogy az alkotmánymódosítás, meghiúsítása? Hát nyilvánvaló, hogy azzal van összefüggésben, hogy nem sikerült ezt az alkotmánymódosítást keresztül vinni. Ugyanis a Fidesz egy nagy vereséget szenvedett azzal, hogy nem vitt oda elég embert az urnákhoz, ez volt az egyik, de még mindig valamit lehetett volna kezdeni ezzel a helyzettel, hogyha az alkotmánymódosítást meg tudja csinálni. Ott pedig tényleg keresztbe tett neki a Jobbik, ettől a pillanattól kezdve látom én azt, hogy ahol ütik, ahol érik, ütik. Nem, de most, ha azt nézzük, hogy ez sikerre vezet, vagy nem, én abban egyáltalán nem vagyok biztos. Elmondjam nektek, hol kezdődött ez. Aha. Arra mondatra emlékeztek, hogy ízlik a zsoldos lét. Hol kezdődött? Segíts! Amikor a miniszterelnök azt kezdte el pedzegetni, hogy a Jobbik háta mögé bekerült egy nagyon-nagyon gazdag ember, aki mindannyiunk közül a legokosabb. Simicska... Ja. Jaj, Istenem, hogy tudtok nézni? De nem az, hogy tudtok nézni, hanem én úgy gondoltam, hogy ez... Kérdeztem, hogy a Soros hogy kerül ide. Hát erről Orbán Viktor beszélt, tehát gyakorlatilag nyílt színen többször, több alkalommal azzal gyanúsítottam meg, hogy most egy nagy vállalkozó érdekében már nem is pártolják ezt az ügyet, meg azt mondja, hogy a Simicska áll a Jobbikhez. Ez elült. Hogyha megnyerik a választást, vagy a népszavazást, és hogyha keresztül verik az alkotmány módosítást, akkor ez egész nem érdekes. Szerintem igazán az Olgának nem ült el. Én azt gondolom, hogy ez a... Hogyha ez igaz... A Simicskázás ült el most. De hogy mondjuk a miniszterelnök és Simicska Lajos közötti konfliktus nem tűnt el, nem ült el, és hogy Orbán Viktor mondjuk mindazért, amit ő kapott Simicska Lajostól egy délután leforgása alatt, bármilyen áron bosszút akar állni, ezt így el tudjátok képzelni? Na, most már persze, hogy el tudjuk képzelni, hát, csak én nem gondolom, hogy ez... Még az én szűk fantáziámmal is el tudunk képzelni. Nem kell, hogy ezt gondold, én mint lehetséges ötletet mondtam. El tudom képzelni, persze, hát az nem jó, hogyha egy pénzes ember egy párt mögé áll, amelyik aztán egy idő után... Nem egy pénzes, mindannyiunk közül a legokosabb. Ha Simicska beáll a Jobbik mögé, akkor Orbán megpróbálja... megsemmisíteni a Jobbikot. Igen, mert gyakorlatilag a Simicska képes arra, hogy a Jobbik mögé egy gyakorlatilag egy gazdasági rendszert építsen, az meg pártot. Látszik, hogy az Orbán Simicska nélkül ezt a gazdasági rendszert nem tudják a Fidesz mögé prezentálni. Ez kétségtelen. Én konkrétan gondoltam arra, hogy ezt most mi váltotta ki, amit a Simicska ellen, a Vona ellen indítottak, ezt a tesztoszteron ügyet, meg az egyebeket, tehát annak mondjuk nem látom azt, hogy eznek közvetlen összefüggés lenne. Lehet, hogy ez egy vonulatot akkor elindított, de most konkrétan biztos, hogy az alkotmánymódosítás, és a vele kapcsolatos ügyek hozzák ezt. Volt alkotmánymódosítás, amikor a bokorba üldözték igen, volna. Igen, de nincs kizárva egyébként, hogy maga az alkotmánymódosítással kapcsolatos sakjátszma is akár egy Simicska Orbán játék valójában. Tehát, hogy ha ti ezt lépitek, akkor mi behozzuk, hogy a letelepedési kötvényt. Igen, behozták a letelepedési kötvényt, majd amikor a letelepedési kötvényre azt mondták, hogy nem miattatok, de egyébként kivezet akkor behozunk egy plusz mondatot, és akkor most szavazzátok meg ti, de hát, hogy ki tudja jobban beszorítani a másikat a sarokba. Ez egy izgalmas játék, ahogy te ezt felvetetted, ez így egy izgalmas játék. Lehet, hogy az a baj,
hogy én nem tudok annyi tudatosságot elképzelni erről a politikusi garnitúráról, mint amennyit látunk. Mert leragadtál ott, hogy volt taggyűlés, vagy nincs. Nem ragadtam, de hogy ragadtam le. Szerintem ti többet néztek ki, de nézzétek meg, milyen primitív ez az egész. Hát itt megmarad ezen a szinten a magyar politizálás gyakorlatilag attól szenved, hogy két ember most összeveszett egymást. A primitivizmus fakad abból is, hogy van egy sor, hadd ne mondjam éppen neked, egy sor túlteljesítő, aki aztán mert ugye le akarja választani magáról a Fidesz, vagy ezt a szélsőséget, amit a Jobbik jelent, mert sokszor össze is hozták őket. Ennek megvannak a lépései fel. Én ezt el tudom képzelni, hogy ez egy tudatos. De és amikor azt mondod, hogy primitívség, ennek ugye nincs a kérdőjel a végén, meg hogy el tudjuk-e képzelni. Tehát, hogy ez van. Tehát az ország nagyon sok esetben érezhette már annak, hogy lehetett kárvallottja, hogy két ember összeveszett, igen. Ez rendben van, de hát azért szörnyű akkor, hogy merre tartunk. Hát de ezt most tudtad meg? Nem most, de hogy most tudtam meg. Nem most tudtam meg, csak egyszerűen ezt az ember zsikerből tiltakozik ez ellen, hogy ez így van. Ez így hát azért a politika mégiscsak valahol intellektuális kérdés. Uh-huh. Mégiscsak valahol valamilyen teljesítő. Az, hogy most beszorítják a bokorba és lefényképezik, ezt én nem tudom elképzelni. Ez az intellektualitás kezd eltűnni, pláne akkor, amikor a médiát és ilyen mértékben a saját médiáikat ebbe a bulvár politika irányába fordítják el. Azt gondolják, hát hogy az a tömeg ezt fogják. Hát ezt jól gondolják. Hát majd meglátjuk. Hogy a bulvár sokkal nagyobb tömegekhez jut hát el. Azt jól gondolják. Igen, de ez a bulvárba oltott politika, vagy a politikába oltott bulvár, ez, ami képes lesz még nagyobb mértékben az általad megidézett karaktergyilkosságra. És ez történik most. Nézd meg, hogy egyre több ilyen média van, amelyik ezt az utat járja. Látom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.